Jubileumét 10. alkalommal rendezték meg a Városi Gólyaavatót szerdán. A vetélkedő két házigazdája Imre Marcell diákpolgármester és Horváth Félix diákalpolgármester volt. Az eseményt Horváth Soma nyitotta meg. Tudom, hogy nektek elsősorban sokatoknak ez a versenyről, a nemes küzdelemről szól, de higgyétek el, hogy sokkal fontosabb a közösség, és az, hogy új barátságok tudnak kötődni ezeken az alkalmakon. A hagyományokhoz hűen ebben az évben is az iskolák győztes gólyaosztályai jelentkeztek a rendezvényre. 9 intézmény több mint 270 tanulója mérte össze ügyességét az egyes feladatok során. Az egész országok témaköré épült, mindenki osztály országokat tudott húzni, és ezek alapján kellett összerakniuk az egész előfeladatos programjukat. Volt ugye tánc, étel és induló, és még egy zászlót is kellett csinálniuk, mind az országukhoz kapcsolódóan. A verseny több részből állt. Felvonulással kezdődött, majd táncos produkciókkal mutatkoztak be a középiskolások, ahol a választott ország jellemzőit kellett megeleveníteni és előadni a 4 tagú zsűri előtt. Az országok között Törökország és Japán is szerepelt. A Szent Györgyi Albert egészségügyi technikum csapata spanyol témájú tánc koreográfiát adott elő. Spanyolországot húztuk, és hát a tánccal volt foglalkoztunk a legtöbbet. 3 csoportot készítettünk, voltak spanyol táncosok, focisták és az egyik nagyon híres sorozat, a Nagy pénzrablás. A táncos produkciókat ügyességi feladatok váltották. Először egy hullahopp karikát kellett átbújtatni egymáson és visszajuttatni a kiinduló pontra. A feladatok között szerepelt a székfoglaló is, ez hozta meg az igazi jó hangulatot a sportházba. A versenyszámot a gépiparis diákok nyerték. Nagyon jó élmény volt, különösen már szurkoltak is nekem is, az osztályjal egy jó közösséggel, nagyon jó érzés lenni. Így nagyon izgultam a székfoglaló során, ugyanis nagyon rég játszottam, de nagyon élveztem minden pillanatát. A vándorkupát a Bólyai Gimnázium csapata vihette haza.